Az összefogás szép példájának lehettünk tanulni a napokban, a Szövetkezeti utca 21-es szám alatti lakók egy régen dédelgetett álmukat váltották valóra, csinos parkot alakítottak ki a tömbház előtt, és mindezt önerőből, a bérház alapjában összegyűlt pénzükből. Az esemény főhőse a két Edith. Csizmazia Edith virágkötő, az ötletadó, és Kráz Edith házbizalmi, aki elérte, hogy az ott lakók támogassák az ügyet, és ők megszavazták a parkosításhoz szükséges pénzt. Köszönet a együttműködésén is a igazgató úrnak alternatíva részéről, és az, hogy ilyen gyorsan elkészült, úgyhogy még a, hát a ősznek a elején még ezt sikerült befejezni. A városi televíziót azt azért hívtuk meg, hogy remélhetőleg a többi lakótelepen is egy pozitív példát fogunk mutatni, és reméljük, hogy példán követésre talál. Reméljük, hogy a lakók komolyan fogják venni, hogy vigyáznak ezt megőrizni. A kutya tulajdonosok is szépen megkérjük, hogy hát vigyázzanak rá egy kicsinkét, mert hát azokkal szokott lenni probléma, és hát reméljük, hogy ez így marad, vagy tavasszal, amikor tényleg már nőnek azok a növények, virágoznak, hogy akkor nagyon szép leszik. És azt hiszem, hogy mindegyikünknek kellemesebb környezet lesz ez, hogy itt lakunk, vagy jövünk haza. A városi önkormányzat képviselői is ott voltak az ünnepélyes átadáson. Kennedynek volt egy olyan mondása, hogy nem az a kérdés, hogy az állam mit tehet érted, hanem hogy te mit tehetsz az államért. És szerintem itt is Komáromban az a kérdés, hogy te mit tehetsz a városért. És önök, ti itt bizonyítottak. Bizonyítottak, mert egy gyönyörű mikrokörnyezetet hoztak létre, és óriási köszönet illeti ezért önöket. A pedagógiában egyetlen egy jó módszer van, az pedig a példamutatás, és önök most jó példával szolgáltak Komárom lakosának. Én fogom kérni majd a polgármestert, hogyha lehetséges, akkor a polgármesteri alapból hozzanak létre egyfajta versenyt a környezetünk szépítéséért, hogy az első díj, mit tudom én, legyen egy 2000 euró, második díj 1000 és 500, és ennek a versenynek legyenek egyfajta feltételei. Annak örülnék, hogyha amikor összejövünk mi képviselők és a városvezetése, nem mi találnánk ki mindig, hogy, vagy nem mi ötletelnénk azon, hogy mi ennek a környéknek a legjobb, hanem innét jönnének a kezdeményezések. Önök ebbe extra ligát játszanak, aminek én nagyon örülök, és abban is, hogy nem csak várják a segítséget, hanem ebbe készek részt venni, és a saját környezetükre így vigyáznak. Én éppen ezért gondolom, hogy ez a fejlesztés, amit itt elmondtam, még kicsit mennénk tovább, még tudnék másokat is mondani, és hál' Istennek nem csak a belváros, hanem ugyanúgy a külterületeken történnek dolgok. Azt lehet látni, ugye azt mondják, hogy mennyi utcába éppen ásnak, fúrnak, faragnak, azt hiszem, hogy ezt nincs olyan ember, aki Komáromban nem veszi észre, és hát azt gondoljuk, nem elég apró lépésekkel lépkedni, hanem nagyokat kell lépni előre. Tehát pont ezért én nagyon fontos, hogy ebbe összefogjunk, mindenki hozzátegyen valamit, mert kevés ehhez a városvezetés, kevés ehhez a képviselőtestület. Ezt a város csak úgy tudjuk olyan formába hozni, hogy ha közösen csináljuk ezt, és az a cél, hogy egy olyan várost hozzunk létre, amiben büszkék tudjunk lenni, mert például a sokat emlegetett turizmus is úgy nem fog menni, ha mi nem vagyunk büszkék a saját városunkra. A kivitelezést hivatásos kerttervezőkre, Wawrezka Kornéliára és csapatára bízták. A munka egy hét alatt elkészült, és immár szép fák, díszbokrok, növények díszítik a területet. A tömbház egyik lakója a többiek nevében mondott köszönetet. Ja viszont sa na záver chcela podiakovať aj našej pani domovníčke Editke Krázovej. Szeretnék köszönetet mondani házbizalminknak, Kráz Editkének, és szintúgy a férjének, mert példamutató gondnokok. Úgy törődnek a környezetükkel, mintha a sajátjuk lenne. Hálásak vagyunk nekik ezért. Reméljük, sokáig itt maradnak, nem költöznek el máshová, és életterünket továbbra is szebbé teszik. Egy szóval köszönjük szépen!